Na, sziasztok! El is kezdjük a játékot, ahogy az előző részben ígértem. Itt már van egy doboz. Na, gyorsan, ne töketlenkedjünk. Tehát kell 25 fa ahhoz, hogy... Kettő, három, négy, öt! Úgy! Mi kellett a 25-ben? Azt hiszem először kell ez. Ja, ez. Nagyon sokat tudok. Köcsög, megint elfelejtetted. Nem baj. Egy. Vágunk még fát. Szóval, most megpróbálunk egy normál játékot végigjátszani. Annyi a lényeg, hogy ellenségek így is úgy is jönni fognak menet közben. Tehát egy kicsit bele kell húznunk. Így. Meg majd valahová jó lesz. Annyi a lényeg, hogy ő a főtornyunk. És a főtornyot jelen pillanatban védi két hover, tehát hogy amúgy annyira nem vagyunk elveszve a nagyvilágban, de jó lenne, hogyha el tudnám kezdeni ide felépíteni a tornyokat. Jelenleg még mindig ugyanúgy ez a két tornyunk van csak. Rohadt drága egy torony. Aha. Jó, oké. Na, építkezünk tovább. Nagyon gyorsan megpróbálok minél több fát és követ összegyűjteni. Mert minél kevesebb szívás van a nyersanyagok kibányászásával, vagy összegyűjtésével, vagy nevezzük, aminek jól esik, annál több messzebb tudunk eljutni a játékon belül. Kell egy ilyen. Nincs kövem. Ott már jönnek. Gyűnnek! Jó, hát elvileg még most a két tornyunk el tudja intézni a dolgot, ami van. Így van. Ez eddig még jó. Nem sokára már nem lesz jó. Tehát pörögni kell. Oh! Az éppen. Uha! Lehet, hogy bele kellene húznom egy kicsit itt a favágásba. Tudom, be kellene csak kötni, de muszáj vagyok egy tornyot még lerakni most. Így van. Tudtam. Jó, tover, ide, és ide. Nagyon gyorsan szeregesd őket lefelé. Jó, aztán kettő bement. De jó. Nem voltam elég gyors. Így, és így. Nagyon gyorsan tekerjétek befelé ezt a sok fát, ha tudjuk lefelé rakni a tornyokat. Megpróbálom amúgy úgy lerakni a tornyot, hogy nem ide besúvasztva, hanem egy kicsit szétosztva a pályán belül. Hogy tudjanak egymástól a tornyok egy kicsit úgy létezni. Egyet mindenképpen rakunk. Mert ezt úgy kellene, hogy a lehető legnagyobb területet fedje le ide. Jó. Na, kezdünk egy kicsit sinán lenni. Az a baj, hogy jön az első éjszaka, amikor elkezd nehezedni a játék, és még követ nem fejtünk. Úgyhogy gyorsan csináljuk a kőfejtőt. Nincsen elég resource. Létszik el kettő. Úgy. És akkor papapam, beforgatjuk, ezt lerakom ide. Van egy ötletem, csak azért próbálom így összerakni. Így. És akkor ezt pedig... Né, mi az, hogy nincs elég? Jaj, ne. Így, gyorsan. Így. Na és akkor most kezdődik az éjszaka. Ez nem jó jel. Mármint az, hogy kezdődik az éjszaka.
szerintem rohadtul kevés tornyunk van ahhoz képest, amennyinek lennie kellene ahhoz, hogy ajajajajajaj, egyre többen jönnek. Ezt a ládát meg kéne nézni, hogy mi van benne. Én úgy tudom, hogy ahhoz, igen, nincsen kövem. Nincsen fám, nincsen kövem. Elvileg az éjszaka most így ennyi is lesz, ha jól gondolom. És az a baj, hogy megint bemegy valamelyik. Így van. És akkor most kezdődik a következő. Most már lesznek benne, ahogy az előzőben is volt, a tutorial részben lesznek benne erősebbek is. Hát rakjuk ide. Ezt áthúzzuk elé. És akkor ezt pedig idebe. Így, így, így. Oké, hadd menjen. Kell gyorsan egy tóver. Van elég. Hát az a baj, hogy muszáj vagyok mégiscsak így besűrűvíteni, mert még kicsi területet látunk, és nem tudok előrefelé dolgozni. Mert amúgy azt szeretném, hogy mindenhol legyen olyan tornyunk, ami hátrafelé is véd. Tehát, hogy már mire ide érnek, itt már csak a hátvédek legyenek, akik védik az egészet. Jó, eddig még jók vagyunk. Kivéve akkor, ha jönnek a krebek, akiket már az előző részben sem szerettünk. Nem. Le tudok rakni egy ilyet, úgyhogy megyünk ide beljebb. Megnézzük, hogy honnan jönnek. Ez nem tetszik. Ez nagyon nyersanyag igényes volt ez a fejlesztés. Ez a pályafelfedés. Az megint bemegy, nézd meg! Nem elég a torony, nem elég a torony! Rakjunk még tornyokat. Oda is még egyet. Tízig szerintem felpakolok. Hogy most az első bénezés lesz, mert amúgy nem tudom, hogy működik valójában a játék teljesen. Csak láttam róla egy videót, azt ott nagyon nem tetszik, lehet, hogy meghalunk. Biztos, hogy meghalunk. 1, 2, 3, 4. Jó. Szóval, stratégiát váltunk. Megyünk a main menübe. És upgrade. Ennek felhúzom a... Ezt mindenképpen nem érdekel. Tehát, hogy lehet, hogy nem jó ötlet, de mindenféleképpen felhúzzuk a támadást. És most nem azt bénázzuk, amit az előzőben, hanem ez gyorsan ne arra, de ez nincs elég. Ó, anyádat. Mit tudom én, legyen 30. 10-ből elvileg el kéne oda jutnom. Elvileg. Gyakorlatban majd még mindjárt lehet, hogy bányászunk egy kis fát. Így. Így. Kapva. Létszi már gyorsabban. Így. Jó. Akkor még egy favágó. Itt ezt szerintem megpróbáljuk úgy. Befér ide? Be. Szerint. 1, 2. Így. Nagyon jó. Egy valamivel nem számoltam. Ebben ez kell 3 kő. Jó. 1, 2, 3. Jó. És akkor ehhez még kell 4 fa. Oké, nem ez. Ez kell ide. Így. És akkor még nagyon gyorsan rakunk le favágókat.
Nem tudom, hogy egy ilyen konvéjer mennyit tud szállítani. Mert úgy látom, hogy egy helyre egy fér, tehát hogy nem tudja őket összesztekkelni, ha arról van szó. Ha nem, csak így egymás mellé bedobálja őket. Így. Na, három favágunk van. Három különböző helyről jön a fa, mint az állat. Úgyhogy... Nem állunk meg. Azt tudjuk, hogy egy pár másodpercig kibírjuk, egy pár körig ezt az egészet. De mindenféleképpen rá kell menni arra, hogy a lehető legtöbb tornyunk legyen lerakva. Az a baj, hogy arra is oda kell figyelni, hogy ha úgy rakom, akkor még egyet ide kéne rakni. Így, és akkor kell fa, vagy kő. Mi ez kő? Így. Na, és akkor most jöhetnek a tóverek. Az alatt az 1 perc 23 alatt, amennyi tóver csak le tudunk rakni, megpróbálunk lerakni. De menet közben, meg nem, most csak tóverekre megyünk rá. Legyen minél több tóver, legyen minél több tóver. Az a vicc, hogy amúgy minden egyes alkalommal változik a layout, tehát hogy nem ugyanaz lesz. Nagyjából azt hiszem valami ilyesmi volt az előzőben is, de már nem ugyanez. Akkor se. Jó, eddig jó, eddig jó. Még most tudtuk védeni a területünket. Na, akkor, erre még egyet lerakok, ez így mindenféleképpen. Oké, akkor gyorsan egy kőfejtő, 5 kő kell hozzá. Jó, megvan az 5. Jöhet a kőfejtő. Itt amúgy többet rakunk le, és úgy, hogy erre, ha ide rakom, 1, 2, 3, ja, mind a kettőt látják, 1. Nem érzem még mindig biztonságban magam ettől az egésztől, úgyhogy rakunk oda is még egyet. Oké, és akkor elkezdünk követ fejteni. Kellene egy balliszta. Minél hamarabb. Így. Kell egy ilyen, nincs elég resource-unk, jó. Így, és akkor egy ide. Ez ide bele, ez ide bele. És ez pedig, ups, minden játékban a Q-val lehet forogni. Így. Így. Na! Van kövünk. Van fánk. Oké. Okay. Tovers. Ez. Mi kell hozzá? Deszka. Akkor... Ezek itt maradnak, ide jövünk egy deszkával. Nem. Először... így. Mennyi tornyunk van? Megvan a 10. Jó, akkor elvileg... Ha? Akkor ez így most jó lesz. Ha nem, akkor nem. Akkor stratégiát váltunk a következő játékban. Így.
Az a baj, hogy emlékszem, hogy kettő elég ahhoz, hogy ez így működőképes legyen, de... Üzd meg! Ezt nagyon közel raktam egymáshoz. Oda. Oda. Így. Ja, bocs. Másik oldalra meg nincsen kimenet gyártva. És akkor itt meg elforgatjuk és berakjuk ide. Így, hadd menjen a kő, hadd menjen a deszka. Azt nem szerettem volna látni, hogy a krebet nem tudjuk megölni. És megint ugyanez a probléma, mint az előzőben. Nem, megvan. Ú, akkor a gombát kiszedjük. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Deszkát az a baj, kattingatással nem tudok szerezni, úgyhogy muszáj vagyok még legalább egy túvert ide, meg egy túvert ide lerakni, hogy minél hamarabb szedjék lefelé a HP-ját annak a kis szerencsétlen krebnek. Menet közben szerintem már van elég nyersanyagunk, simán van elég nyersanyagunk. Rakunk egy tornyot ide, meg egy tornyot ide. Ez az, az jó, az jó. Ebben mindig ilyen nyersanyagok vannak. Ez pedig extra damage-et ad arra a túverre, amit rárakunk az adott mezőre. Ez mindjárt kész is van, még három darab deszkát kell behoznunk. Szerintem még ezek a krebek meg ezek tarthatóak, de ezt a ballisztát azt megpróbáljuk ide berakni valahová erre a részre. Ide befér? Ide. Az ott nagyon jó, az ott nagyon jó. És te, várj, nem jól csinálod. A target... Ezt... Ez. Így. Na! És akkor így elvileg a legtöbb HP-val rendelkezőt kezdjük el lőni. Nem jó. Várjál csak, megvan. Megvan, 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 megvan. Tehát legyen ez az elsődleges, a másodlagos, az pedig nem a fastest, nem a slowest, nem is a hátsó, nem is az első, hanem utána a legtöbb HP-val rendelkező. Először az, akinek a legtöbb shieldje van, Armor. Szerintem, várjál, most a sárga az armor, nem? Igen, ez az, eddig jók vagyunk. Jót csináltunk. Jót érzek, csak jön az éjszaka már megint. Jaj, anyuka. Ments meg minket. Jó. Minden termelése jól állunk, kivéve ezzel, mert ez itt most úgy néz ki, hogy anyádat. Várjál, van egy ötlet. Menj innen. Nem, építőmúr. Ez így, ide ki. Ezt ide forgasd be, és rakd le ide. És akkor ide mellé. Várjál, nem. Tegyél elrébb egy-e? Így. És akkor kell még egy ugyanilyen. Így. Ide. Rakunk le a háta mögé egy splittert. Kell ez, behozzuk ide, és ide. Aztán nem, így forgasd körbe, és akkor ide meg kell egy összehúzó, így, és akkor ide, meg kell egy ide, meg egy, nem oda, nem, ne úgy, forgasd el. Rozika, azt ott, úgy, köszi.
Na. És akkor így... Elvileg most már majd szépen lassan ez a tumultus innen eltűnik. Hű, ezek nagyon közel! Hű, ezek nagyon közel vannak! Ajaj, ajaj, anyuka, anyuka, segítsél meg! Segítsél meg! Azt oda... Jaj, 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 lehet, hogy ennek is vége. Az ott a kő miatt nem működik. Legyen igyen ez. Te lőjél oda, ahova akarsz. Ne, bemegy a kreb! Bemegy minden! Jaj, ne! Az a játék nehezebb, mint ahogy én gondoltam. Main menü. Majd felrakom, mert már fenn van. Tehát amúgy ennyi lesz a játéknak, az egész játéknak így most az elején a lényege, hogy valameddig eljutunk a játékon belül, mindig meghalunk, kapunk érte goldot, és abból a goldból továbbfejlesztjük az épületeinket. Itt látszik is, hogy az upgrade-eknél még hát tervben van, vagy legalábbis demóban nincs benne, lesz tier 2, tier 3, tehát hogy még több dolog lesz ezekből. Úgyhogy, ja... Próbáljunk meg még egyet, úgyis meghalok. Az a baj, későn eszméltem, hogy halunk. Hova? Próbáljuk meg a következő részben. Ebből még szerintem csinálok egy-két részt. Hogy kitapasztaljuk nagyjából, hogy mit, hogyan kell csinálni. És akkor utána meg... megnézzünk egy újabb játékot. De addig is lájkoljatok, szóljatok hozzá, ajánljatok hasonló játékokat, és találkozunk a következő részben, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!